Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit. A Kis foci nagy szív sorozatunkban Bőcsön járunk edzőlesen, és két fiatal mosolygó srác mellettem, Zsigmond Kevin, szervusz! Hello! És Tóth Laci, szavasz! Hello! Elloptalak titeket a bemelegítésről, remélem, hogy Johancsik Patrik nem fog haragudni. Hát nem haragudhat, mert ugye ti vagytok nagyjából a gólfelelősök. Ugye két győzelem és két döntetlennel rajtoltatok. Hát gondolom az edző nem elégedett ezzel, és ti? Mink se nagyon. Mindig arra törekedik edző is, hogy minden meccsen 110%-ot hozzunk, úgyhogy sose elégedett egyáltalán. Minden meccsen azt akarja, hogy 110%, és idáig minden egy meccset hoznunk kellett volna. Sajnos kettő meccset döntetleneztünk, de hát még nem kaptunk ki, úgyhogy az jó jel. Ugye a Lacihoz egy kicsit ilyen szemtelen kérdést teszek fel, mert láttam őt egy pár évvel ezelőtt, és mondtam, hogy ez egy ügyes rász, csak 10 helyzethez kell egy gól. Na, javítottál ezen? Persze, hogy javítottam, hát mindig. Ez olyan, hogy ez a szerencsém múlik. Hát sikerült javítanom, hát most fél évet ugye nem is voltam itt Bőcsön, visszatértem, új a csapat, meg kell szokni, jó, fiatal csapat tényleg, mert úgymond a második legöregebb vagyok a csapatban, 25 évesen, úgyhogy hát meglássuk. Hétvégén mindegy, hogy kirúgja a gólokat, a lényeg, hogy mindig hogy győzünk. Úgy csapatmunka legyen. Menjenek, Kevin, hogy belekóstoltál majdnem a magyar profi fociba is. Erről beszélnél, hogy csalódott, vagy hogy nem jött ki erről a lépés? Nem. Jó tapasztalat mindenképp, és hogy az annyi, hogy még szerintem nem álltam annyira készen, és meglássuk, ez egy jó tapasztalat, egy mérföldkő, amit meg kellett lépni, és meglássuk, hogy mit hoz még a jövő. Ha már nálad a szó, akkor apukádat ugye ismerem, Zsigmond Attila. Mert egyszer majd elmondom neked, hogy hogy szerződött ő Ausztriába német nyelvtudás nélkül. Ezt majd a kamerán kívül. Mit örököltél az aputól szerintem? Szerintem a szabadrúgásokat, meg a finális passzokat, meg ilyen pályán belül ilyen pimasság, jaszlikat szerintem, úgyhogy... Igen, kötényes csepp. Igen. Ha már magyar profil ligából jöttél. Igen, akkor ezeket úgy sajátítottam el tőle. Laci, most nem tudom, ismered a Csiba Freddy legendát, a Bőcsi Pelét, vagy Császárt, ugye, aki több mint 1000 gólt lőtt, most csináltam egy interjút, hogy 70 éves volt. Tőle is megkérdezem, hogy szerinted lehet megtanulni a góllövést, mert én szerintem nem, de meg egy góllövőtől várom, ha bár eddig helyzet kihagyó volt, de most már remélem góllövő leszel. Meg lehet tanulni? Szerintem azt nem lehet megtanulni, egyszerűen azt érezni kell. És jön az magától, az függ a csapattársaktól is, tényleg a játéktól, mindentől. Egyszerűen azt nem lehet megtanulni szerintem. És hogy kezelitek ezt, mert a stressz, ugye elvárják tőled a szabadrúgásokat, a gólpasszokat, tőled a gólokat, és hogyha ezzel nem jönnek, akkor nem nyertek meccset, ezt kezelitek lazán? Egy csapat vagyunk, úgyhogy egyik a másikért küzd. Ha egyiknek nem megy, akkor másik bíztassa a másikat, úgyhogy aztán így sikerül mindenkinek a top szintre jutni. Hát megmondom őszintén, egy udvardi meccstől tartottam, behoztátok, mert úgy nézett ki, az udvard erősebb, tehát idegenben mindig nehezebb nyerni, de most jön a naszvadot, kötelező megverni a naszvadot. Minden meccs kötelezőnek indul, aztán elválik, de rajta vagyunk, meccsről meccsre építkezünk, és meglássuk, mi lesz a végén. Szerintem elég elős brigád összejött, és nem akarok előre beszélni, de meccsről meccsre megyünk, aztán meglássuk, mi lesz belőle. De szeretnénk minél följebb végezni a tabellán. Ugye 90 éves lesz lassan a klub, vagy 100, bocsánat, volt már 100. Eltett közben 10 év. 1920-ban számolni se tudok, tehát 100 éves lesz lassan a Bős, ugye, és a 1990-es évek közepén a második ligát játszott, most pedig most jutottatok föl ugye a negyedikbe. Van esélye ennek a fiatal csapatnak arra, hogy esetleg azon gondolkodjon, hogy vissza a harmadikba legalább? Még korai, de... Esély van, korai, de szerintem esély van rá, mert tényleg fiatal, jó csapatunk van. Meglássuk, amit hoz a jövő. Ha ennyire előre azért nem gondolkozunk, szerintem. Kevin? Megvan rá, szerintem. Úgyhogy ez már csak rajtunk múlik, de hát nyomás alatt legjobb teljesíteni, úgyhogy majd elválik, de bízunk a legjobba, és minden nap dolgozunk érte. Hát a Kis foci nagy szív sorozatunkban ugye Bőcsről jelentkeztünk az edzésről. Kiderül, hogy a fölkészülés után milyen lesz az előadás. Én azt várom, hogy 5-1-re nyer a Bőcs a naszvad ellen. Minimum.
azért ne kapjunk gólt. Nullára lehozzuk hátul. Akkor legyen így, majd meglátjuk, hogy kitippelt jól. Bősről jelentkeztünk, Tóth Lacinak, Zsigmond Kevinnek kívánom azt, hogy így mosolyogjatok, akkor is, amikor a barátnőtök lecsesz valami miatt. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük.